A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tisztelettel köszöntöm Önöket, ez a kezdőkör, és a mai adásban két nagyon fontos témánk van, és nagyjából ezt beszéljük ki ebben a mai műsorban. A jégkorong és a futball, előbbi a Hidrofehérvár V19, utóbbi pedig a Fehérvár FC révén. Már is sorolom mai csapatunk kezdőjátékosait. Nem kell félni, srácok, csere nem lesz, úgyhogy végigjátszhatjátok a meccset. Beke Zsombor a vendégjátékosunk, a feol.hu és a Fejér megyei Hírlap sportújságírója, és a házigazda képviseletében pedig Farkas Szilárd és Ferenci Nagy Levente. Jó estét kívánunk! Fejvár televízió munkatársai, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, és akkor vágjunk a közepébe. Kezdjük a volánnal, amely gyakorlatilag a továbbjutás kapujába került, miután hétfő este nagy csatában, mindjárt Zsombor elmondott, hogy egyetértette, de megverte itthon a Pusztertát, és a következő mérkőzésen jelesül kedden késő délután az esti órákban lezárhatja ezt a negyeddöntős párharcot, és aztán neki mehet a Salzburgnak. Összességében, Zsombi, hogy látod ezt a párharcot? Nyilván a playoffban nincsen lefutott mérkőzés, meg nincsen sima párosítás, akárkit is választ az ember, vagy akármelyik csapat is jut az aktuális mannschaftnak. Erősebb vagy gyengébb Pusztertára számítottál? Jó estét kívánok! Nagyon sokan szerintem egy picit könnyebb párharcra számítottak, két dologból kiindulva. Ugye két évvel ezelőtt, amikor a döntőig menetelt a volán, akkor 4-0-val kisöpörte a Pusztertát viszonylag simán, de ugye akkor azért az olasz csapat liga újoncként jutott be a playoffba, és ugye, illetve az idei alapszakaszban 4-0-ás volt az aránya a győzelmek tekintetében a Fehérvár számára, és itt sokan azt mondták, hogy 4-5, talán 6 mérkőzésből ezt már be fogja húzni Kis Dávid együttese. Hát nem így lett, azért nem rossz ez az olasz csapat, és jó sok válogatott játékosuk van, erős légiósokkal, és hát ideig 4 nagyon nehéz mérkőzés volt. Ez az 5. hétfő este volt, talán egy nagyon picit könnyebb, egy nagyon leheletnyivel, ugye volt 5-1 is az állás a mérkőzés folyamán, a végére kicsit visszajött a Pusztertál. Összességében szerintem most szerdán jó esélye van a Fehérvárnak, hogy lezárja a párharcot, és tényleg bejusson az elődöntőbe, de piszok nehéz csata lesz szerintem. Főleg, ha az elején nem lő a volán 1-2 gólt, vagy az elején netán az olaszok találnak be, akkor nagyon nehéz estélye lehet a Fehérvárnak. Én valahol számítottam erre, hogy ez nem lesz olyan egyszerű. Én is amúgy előzetesen inkább azt mondtam, hogy egy 6 meccsből megoldja a csapat, az még mondjuk meg is lehet. De tény, hogy talán ez a legszorosabb párharc a ligán belül. Ugye a Salzburg meg a Bolzano már be is jutott az elődöntőbe. A Klagenfurt is pont érdekes, hogy az alapszak az első két helyzetje szenved legtovább a negyed döntőbe, mert most pont a hétfő este a Klagenfurt otthon kapott ki a Vorarlbertől 6-1-re. Tehát ugye ott volt két meccs, ami ilyen nagy kilengés volt. Tehát ott is meglepetés, ott is 3-2-re állnak, és ott idegenbe kell a Klagenfurtnak, ott nekik is lezárni a párharcot. Szóval ebből a szempontból érdekes, hogy az első, a Bolzano, Villach, illetve a Salzburg-Linz már le is zárult. Talán ott sokan számítottak hosszabb kimenetelre. A Pusztertár vonánál talán egy kicsit rövidebb dologra számítottak, de tényleg szerdán lezárhatjuk. Jó esélye van erre, és akkor jut egy kis szusszonyásnyi idő még az elődöntő előtt, hogy a Salzburgra föl lehessen készülni. Összességében egyébként biztos, hogy nagy mentális energia is kell ahhoz, hogy úgy nyerd meg az 5. meccset,
hogy az első kettőt behúztad itthon, ugye itthon elvertük a Pusztert, tehát kétszer szoros mérkőzésen, de kint mind a kettő meccsbe belebuktunk, és azért ez azért egy komoly hadüzenet az ellenfél részéről, úgyhogy nyilván nagyon összeszedettnek kell lennie, kellett lennie tegnap este a Volánnak ahhoz, hogy megverje itthon a Pusztertát. Hát ugye ezt nem szabad elfelejteni, hogy az alapszakasz után, ami gyakorlatilag egy bajnokságnak tekinthető, most ugye a rájátszás az már azt jelenti, hogy legalábbis az én olvasatomban egy kicsit, hogy mintha átmentünk volna egy kupa sorozatba tulajdonképpen, amikor is nem számítanak már az alapszakaszban elért győzelmek, ugye, hogy egy kicsit nagy képe hangzik, hogy lesimásztjuk ugye a Pusztertát, mert itt most meg lehet nézni, hogy két meccs ide, két meccs oda, és szoros még továbbra is ugye a négy mérkőzést tartó, illetve három, bocsánat, négy győzelemig tartó találkozó kimenetele. Hát azt nem mondom, hogy bármi lehet, már csak azért is, mert ugye Krisztián, te is előrevetítetted már, hogy ugye az Salzburg következik majd utána, mindenki így gondolja, én is így gondolom, de az, hogy ez nem olyan egyszerű, mint ahogy azt az alapszakaszban művelték a srácok, és tényleg nagyon fontos, ugye ez többször is elhangzott már a nyilatkozatokban, hogy akkor megy jóra Volánnak igazából, hogyha az első gólt ők szerzik, hogyha az első gólt mi szerezzük. Nagyon reméljük, hogy itt majd szerda délután erre sor fog kerülni, és akkor, ha behúzzuk ezt a meccset, akkor talán hátradőlni még nem lehet, de még egyel közelebb leszünk a célokhoz. Levi? Hála az égnek, azt látom, hogy az évek folyamán egyre inkább közeledünk az osztrák bajnokságban és a döntőhöz. Reméljük, hogy idén esetleg sikerül is elérni, bár ugye a Salzburg az mindig is egy nagyon komoly ellenfél volt a Volán számára. És talán ez az első két meccs utáni győzelem után lehet, hogy nem is ártott a csapatnak ez a két vereség, hiszen idézőjelesen kaptak egy pofont, hogy nem lehet senkit lenézni. És szerencsére itthon már sokkal komolyabban is játszottak. Ugye talán már a második harmadban látszott, hogy ez a mérkőzés ez ami javunkra fog eldőlni. Reméljük, hogy a negyedik mérkőzést idegenben sikerül majd behúzni a fehérváriaknak. Zsombor, hogy látod a Volán alapszakasz béli és a rájátszás béli arcát? Mik az azonosságok és különbségek szerinted? Jó kérdés. Hát talán az azonosság az továbbra is megvan, az, hogy nem adja föl se a csapat. Tehát ez látszott az olaszországi mérkőzéseken is, hogy bár nem játszottunk jól, azt Kis Dávid is elismerte, főleg a harmadik összecsapáson, ott az utolsó harmadban játszottuk azt, amit tudunk. Tehát, hogyha nem is játszunk jól, az utolsó pillanatig küzdünk, és megyünk előre, és mindig bízhatunk az utolsó harmadunkban azért. Mármint most tegnap pont ugye ott a végén azért visszajött a Pusztertá, de azért már négy gólos for volt. Talán egy kicsit én a tegnapi mérkőzés előtt mondtam azt így ismerősöknek, családnak, vagy amikor így beszélgettünk a Volánról, hogy én egy picit, tehát az akarás megvolt kint az olaszországi mérkőzéseken is, de azt a vérszó miatt nem láttam, ami lehet, hogy a rájátszáshoz kell. És tegnapi mérkőzésen az első perctől fogva láttam ezt a vérszó miatt, ami ugye ott az első, harmad, másik felében ott nagyon kiegyenlített, talán még az olaszok jobbak is voltak, de a második harmadban, ahogy kijött a csapat, és ahogy elkezdtek jönni a gólok, láttam azt, ahogy minden szabadkorongra így rá repültek a játékosok, és talán ez hiányzott Olaszországban, hogy adogattuk, amit a Dudu mondott is, hogy nagyon a pálya szélén játszottuk, tehát nem mentünk be a kapu elé senki. Tehát, hogy nem vittük be a korongot, nem lőttünk eleget kapura, és tegnap ez máshogy volt, lőttünk szinte mindenhol, akár a Hári, akár a Bartalis Isti becselezte magát a kapu elé, lehet, hogy kaptak egy-két pofont, de hogy ilyen helyzetekből ilyen úgynevezett piszkos rájátszás gólunk is volt tegnap. És szerintem ebbe kell még előre lépnünk, meg ezt kell fenntartani, amit tegnap is elkezdtünk, hogy igenis küzdeni, kicsit piszkos gólokkal vezetés szerezni, vagy előnyt kiharcolni, és tényleg kell az a vérszom, mert különben a másik csapat is, akár a Pusztertál, akár később a Salzburg azért megtréfálhat minket. Az lehet még egy kicsit érdekes kérdés szerintem, hogy esetleg, ha nem volt meg a vérszom, mert azt fordíthatjuk úgy is egy picit, hogy elfáradtunk, vagy egy picit visszavett a csapat, mert hogy lehet, hogy egy kicsit hülye hangzik, de hogy lehet egy kicsit pihenni talán itt a sok mérkőzési tartó párharcok során, tehát hogy nem kell mindig 100%-ot nyújtani.
egy kicsit át lehet gondolni mérkőzés közben is a helyzetünket. Lehet, hogy nem jött jól, hogy az első két meccset ugye mi nyertük, mivel aztán Olaszországba mentünk, ahol egy kicsit talán fásultabb volt a banda, de ezek a pofonok, ahogy Levi is mondta, talán jól jöttek ahhoz, hogy újra visszajöjjön ez a vészomja, ahogy te mondod, Zsombi, és a következő mérkőzésen már le is zárhatjuk a dolgot. Erre nagyon kell vigyázni, hogy tényleg ne csüggedjen a koncentráció, mert azért egy sok mérkőzésig tartó párharcban azért mondjuk ki, az is benne van, hogy egy kicsit, hát nem, egyszerűen nem lehet mindegyik meccsre ugyanannyira koncentrálni, mert biztos, hogy benne van a fejekben az is, hogy jó, hát ezt elrontjuk, akkor majd a következőn. Csak ugye nincs mindig következő párharc. Nem, meg talán a most az esélyesség terhe egy picit új lehet a csapat számára, mert pont erről már beszéltünk talán múlt héten is. Két évvel ezelőtt ott az első párharcot nyilván örültünk, hogy mentünk tovább, de utána az elődöntés, a döntő, de egy ilyen plusz volt, tehát arra senki nem számított. Most meg ugye a nagyon jó alapszakasz után a játékosok is nyilván megjött az éjség, de a szurkolóknak is, vagy a sajtónak akár, és mindenki azt várja, hogy legalább azért egy döntőig jusson el a csapat, mert ott lenne a helyünk az alapszakasz alapján. De ugye ezt azért nehéz fejbe is, ahogy itt említettétek, hogy talán a koncentráció csökkent 2-0 után, és ott a harmadik összecsapáson lehet ez is benne volt abban a rosszabb játékban, hogy hát a végén megnyertük az utolsó két harmadban, mindegy, az első két meccsen és utolsó harmadban fordítottuk, akkor most is a végén megoldjuk, csak ugye most nem sikerült megoldani. És tényleg lehet, hogy kellett ez a kicsit az a 2-2, hogy kicsit még éhesebbek legyenek a srácok, és tényleg lássák, és reméljük, hogy ők tényleg csak a következő célokra koncentrálnak, hogy a következő meccset nyerjék meg, mert az a szurkolók dolga, hogy lássanak előre, hogy most majd jön a Salzburg, meg utána kijöhet, a csapat tényleg próbáljon arra koncentrálni, hogy ki lesz a következő mérkőzésen az ellenfél. Alapjában szerintem ez egy óriási fegyvertény a Hidrofejérvárové 19 számára, amit elhangzott, hogy immár gyakorlatilag esélyesként van ott a csapat a rájátszásban, és ez nekem nagy veszőparipán, és gyakran hangoztatom, hogy egy olyan mezőnyben, ahol azért a többi, tehát a vetélytársak zöme azért jobb gazdasági körülmények között működik. Tehát sokkal gazdagabb klubokkal képes felvenni a versenyt a Hidrofejérvárové 19. Ugye a 2021-22-es szezonban, amikor a fináléig menetelt a Volán, ahol aztán sajnos az Salzburg söpréssel behúzta a bajnokságot, voltak olyan hangok, hogy egy kifutott eredménynek tartották azt az óriási és fantasztikus menetelést. Voltak, akik azt mondták, hogy a Covid számlájára írható, mert az azért eléggé átrendezte olykor-olykor az erőviszonyokat. Hozzáteszem, ezek az erőviszonyok nagyon sokszor nem a Volán malmára hajtották a vizet a mérkőzéseken. Hát nem tudom, talán két sornál mindig volt egyel több, ugye? De volt, amikor csak a három sor volt, ugye, abban a szezonban a Volánnak, és volt. Úgy sikerült elképesztően versenyképesnek lenni. És most eltelt másfél-két esztendő, és továbbra is rendkívül versenyképes a Hidrofejérvárové 19 egy ilyen kemény mezőnyben, egy olyan mezőnyben, ahol sokkal nagyobb összegekből gazdálkodnak csapatok, és ez szerintem óriási dolog. Ez így van, és az a két évvel ezelőtti eredményt amúgy lehet arra fogni egy picit, hogy már az osztrák klubokat talán anyagilag is jobban megcincált azért ez a Covid időszak, de azért most a már mindegy. Is szerintem. Hát persze nyilván, a Volánt is, de hogy tényleg náluk lehet, hogy nagyobb volt a visszaesés, mint arányaiban, mint a Fehérvárnál talán, de hogy tényleg azért a tavalyi meg az idei szezonban, ugye tavaly is sikerült bejutni a rájátszásba, hogy az a Salzburg megállt parancsolt, de abban a szezonban is ott voltunk végig az a legjobb hat körül, idén pedig egyértelműen az élcsapattá vált a Fehérvár, és ez tényleg, ahogy mondtad, ebbe a környezetbe, ezzel a gazdasági háttérrel, ez egy nagyon nagy szó, és ez nagyon nagy tett, és még ez teszi minél szebbé, vagy ez teheti minél szebbé a csapata a következő hetekben még remélhetőleg. A Pusztertál ellen azért be kell húzni a következőt, hogy tovább lépjünk a legjobb négy közé, és a Salzburggal összecsapjunk. Ezért a sajtó is nagyon szívesen használja azt a megnevezést, hogy előrehozott döntő. Szerintetek lehet egy előrehozott döntő a Hidrofejérvárové 19 Salzburg összecsapás?
Hát az mindig presztízs, egy Fehérvár-Salzburg, de ha azt nézzük az alapszakasz alapján, akkor azért a Klagenfurt még a Fehérvárnál is azért jóval, tehát nagyon kiegyensúlyozott teljesítmény nyújtott. Salzburg azért többet bukdácsolt ebbe a szezonba, de nyilván ha azt nézzük, hogy a múlt, meg a játékos keret és a lehetőségek, akkor hívhatjuk előrehozott döntőnek is. Hát a döntő az mindenképpen szerintem, ha már csak az alapszakaszból indulunk ki, az a Klagenfurt ellen lesz majd valakivel, talán ha lehet ezt így mondani. Az előző évek tapasztalatai alapján, és ugye amikor elbuktuk a döntőt a Salzburg ellen, ez lehet egy az akkori döntőnek a visszavágója, inkább mondjuk így. Előrehozott döntőnek én azért nem mondanám, mert az előrehozott döntő az én olvasatomban azt jelenti, hogy aki ezt megnyeri, az majd megnyeri az egész sorozatot. Nyilván ez azért nem biztos, hogy be fog következni, a mi szempontunkból természetesen ez lenne a legjobb forgatókönyv, hát szurkoljunk a srácoknak, de szerintem az biztos, hogyha azt mondjuk, hogy még és ne becsüljük le őket, de a pusztertaláni mérkőzések sem voltak azért egyszerű csaták, és ugye a következő, reméljük számunkra az utolsó sem, illetve hát megnyerjük, csak hát biztos, hogy nem lesz olyan egyszerű, hiszen ugye a pusztárta az életét, közben még a továbbjutásért tulajdonképpen. Így biztos, hogy a Salzburg elleni mérkőzések sem lesznek egyszerűek, hát itt akár még az is benne van, hogy végletekig kijelezett egy ide, egy oda mérkőzéseket fogunk játszani. Levi, ugye te a futball vonalán vagy erőteljesen, ugye hát a kocka hangadója gyakorlatilag a Sóstói stadionban, majd erről is beszélünk még, a Vidiről is természetesen, de hogy az engem nagyon érdekelne, hogy számodra mi az, ami a hokiban nagyon megragad, mint sportszerető embert, mint fehérvári lokálpatriótát. A játéknak melyik eleme, vagy az atmoszférának, a hangulatnak melyik eleme az, amire azt mondod, ez igen. Hát nem tettél fel egyszerű kérdést. Igazság szerint én nem vagyok egy nagy hokifan. Viszont a fehérvári légkör az annyiban más az világ bármelyik részéhez képest, talán még a lengyelek azok, akik igazán fanatikusan tudnak szurkolni, hogy szerintem a fehérvári atmoszféra az nem lehet összehasonlítani az Ebelben szereplő bármelyik csapatéval. Ezen kívül hát talán a játék pörgősége, ami talán még a kosárlabdánál hasonló, nem, a focinál nyilván passzolgatnak, ritkábban történik egy gól, itt azért bármelyik pillanatban történhet bármi olyasmi, illetve talán az egyik legférfiasabb sportág a küzdősportokon kívül, itt azért nem félnek belemenni egy-egy ökölvívásba. Televízió, vagy inkább személyes, melyik az, ahonnan, vagy amelyik szemszögből szívesebben nézel hokit? És ez nyilván a személyes jelenlét, ez nagyon fontos, de például a hokiban néha annyira gyorsan történnek a dolgok, hogyha nem baj, hogyha vissza tudod nézni, mert pontosan. Azért annak is van egy hangulata, ezért kérdeztem ezt. Hát televízióban akármennyire is szeretném nézni a rájátszás meccsét. Igen, az sajnos ugye, az csak előfizetés. De úgy általában jég. De általában egyébként én akkor is a személyes mellett vagyok. Nagyon helyes. Igen, bármilyen sportról is legyen szó, szerintem az a legjobb, amikor az ember átéli. Akármennyire is nehéz a hokit követni, szerintem hogyha az első meccsről is valakinek az első 20 perc után azért már lehet követni az egész játékot. Igen, hát te azért a fiatalabb generációhoz tartozol, én azért még láttam a televízióban olyan hoki meccseket, ahol nem láttad a korongot magát. Fekete-fehér volt egy kamera, és nem is volt jó a képminőség. De olyat is hallottam, de ez egyáltalán nem fehérvári kötődésű szakember, vagy operatőr a mérkőzésen próbálta követni a korongot, és nagyon megdicsérte magát, hogy ennyire ügyes, és kiderült, hogy egy koszfolt volt az operatőr. Azt sikerült követnie, de mondom, ez nem fehérvári sztori. Szóval repül a Hidrofehérvár AV19, és ha már szó esett a hangulatról, az Alba Aréna az egyre inkább itt van már az életünkben. Most még ugye az ifja Bocskai Gábor jégcsarnokban zajlanak az események. De hát minden egyes eltelt perc a rájátszás mérkőzéseken, az minden egyes perccel közelebb kerülünk egy korszak végéhez, aminek a Raktár utcai komplexum, hát akárhogy is tetszik, nem tetszik, az égköve. Bár nem modern létesítmény, de mégiscsak
Székesfehérvár, a fehérváriak, a fehérvári drukkerek számára, a sportszeretők számára ez a jégkorong mekkája, ha úgy tetszik. Hát az most biztos. Még, aztán majd az Alba Arena lesz, de az biztos, hogy a szívünkben örökké benne lesz. Az biztos. Hát nagyon sok, nekem is nagyon sok szép emlékem kötődik az Ocskai csarnokhoz. Szerintem nagyon sok fehérvári szurkoló is így van vele. Hiányozni fog valószínűleg ez az atmoszféra. Lehet, hogy soha nem lesz olyan az Alba Arénában, mint itt, de lehet, hogy nem is baj ez feltétlenül, mert más atmoszférájú csarnok lesz, sokkal 21. századi, modernebb, kiváló jéggel, kiváló infrastruktúrával, akár a szurkolók, akár a csapatokat körülvesz. Mindig van az a mondás, hogy hát, ha valami jó véget ér, lehet, hogy egy jobb veszi át a helyét. Reménykedjünk, hogy az Alba Aréna is nagyon sok szép sikert fog még látni, ami a fehérvári hokit és a magyar hokit illeti. Ugye a... Bocsáss meg, tessék. Annyit akartam csak hozzátenni, hogy szerintem egyébként, hogyha van csapat, amelyik megérdemli Székesfehérváron azt, hogy egy jobb arénába játszhasson, az a Fehérvár AB19, hiszen évek óta azon túl, hogy kiemelkedett már ebből a magyar bajnokságból, ugye ez a legutóbbi kupadöntő látható is volt, hogy mennyivel másabb színvonalat képviselünk a tavalyival ellentétben. Szerintem, ha van csapat, amelyik megérdemli azt, hogy egy ilyen arénába költözhessen át, az biztos, hogy a fehérvári jégkorong csapat. Igaz, hogy most ugye el kell hagyni az eddigi otthonukat a srácoknak és a szurkolóknak is, de az biztos, hogy ahogy te is mondtad, hogy talán egy jobb jön, hát hogy talán ha azt mondjuk, hogy esztétikusabb vagy szebb jön, azt mindenképpen mondhatjuk, és egy kicsit a hangulathoz, ahogy Krisztián említetted, hogy a szurkolói hangulathoz ez mit tehet szerintem hozzá. Ugye mindig látjuk, hogyha a Fehérvár északi részéről jövünk be, hogy ott van a Alba Aréna, és biztos, hogy lesz benne egy ilyen felemelő érzés, hogy akár ugye, ha gyalogosan, ha busszal, ha autóval megy valaki, hogy ott van az aréna, és mi oda megyünk, és nézd meg, hogy néz ki, és tényleg olyan, mint egy ilyen hatalmas gladiátor aréna lenne, nekem ilyen Colosseum feelingen van, amikor ránézek tulajdonképpen, és hogy oda megyünk, ott fogunk játszani, és ez egy nagy új hely lesz, és a miénk, és ott majd micsoda küzdelmek fognak zajlani. Úgyhogy ezt a pluszt hozzá fogja rakni szerintem az új hely a feelinghez, magához, a meccs hangulathoz. Térjünk rá a labdarúgó NB1-re. Ugye hétvégén nagy rangadó volt Fehérváron a Ferencváros vendégjátéka alkalmából. Levi, veled kezdjük, mert te eddig kevés szerepet kaptál, egyfelől, másfelől meg ott voltál a lelátón most is. Hát nem tudom, hogy dobolás közben háttal mennyire tudod figyelemmel kísérni a meccset. Pont most már nem háttal kell álljak. Most már szembe vagy. A legutóbbi mérkőzésre képzeld el, hogy egy dobálvánnyal újult a szurkolótábor. De jó. Hát nagyon érdekes hétvégén volt, hiszen én kim voltam a belgrádi derbin, majd ezután láttam a fehérvári mérkőzést. És az volt a legérdekesebb, hogy hangulat tekintetében majdnem csak összehasonlítható volt a kettő, hiszen mind a két oldalon hatalmas látvánnyal készült a két szurkolótábor. Jó, talán most nem túlzok, hogyha a fehérvári szurkolótáborra azt mondom, hogy nagyobb látvánnyal készült, hiszen nálunk korábban is látható volt, a Ferencvárosnál meg csak görög tüzek, de abból azért elég sok. Hát szerintem a mérkőzés tekintetében nem éppen úgy játszottunk, ahogy kellett volna, de sajnos a mi csapatunk hajlamos arra, hogyha belekerül egy rosszabb periódusba, akkor úgy megy ki már a pályára, hogy egy kicsit a gatyája teli van. És talán a Diósgyőr elleni mérkőzésen láttam azt a srácokon, hogy pont ez a vérszom látható volt a szemükön, ami aztán nem úgy sikerült, ahogy tervezték valószínűleg. Gondolom nem 4-0-ra szerettek volna kikapni. És utána már a következő meccsen már látható volt, hogy azért teljesen máshogy állnak a dolgokhoz, hogy látták, hogy azért mégsem annyira sértetetlen ez a csapat, mint ahogy ők azt elgondolták az elmúlt meccseken. Úgyhogy ez a Fradi ellen is látható volt szerintem. És hát ez az eredményen is látszik, hogy ez mit eredményez, hogyha valaki ennyire nem bízik a saját teljesítményébe. Egy pici kiegészítést még kérnék szépen, a másik derbi mi volt, amiről most beszéltél, és párhuzamba hoztad? Hol voltál? Nem is említettem meg. Ja, én szülemedezve ezt a Partizán mérkőzésen hát voltam. Ez nem mondtam. Az mondjuk probléma. Igen, úgy elég nehéz volna beszélni. És hogy oda kerültél? Mit kerestek? Hát igazából keresztapám jó voltából sikerült eljutnom oda. És hát ott 2-2-es végeredmény alakult ki.
ugye ez a Partizán szempontjából is nagyon fontos mérkőzés volt, hogy ki nyeri meg, és ugye teli is volt mindegyik oldalon szinte minden szék, kivéve a lezárt területeken. Hát azért egy ilyen mérkőzést átélni az embernek nem mindennapi. Hát jó szívvel emlékezünk azokra a napokra, amikor a Partizánt agyonvertük, ha szabad így mondanom, de hát azóta sok víz lefolyt a Dunán, meg azóta a Partizán egy picit vissza is vágott. De a csapat eredményei azért afelé mutattak, hogy elérhető közelségbe kerülhet talán egy nemzetközi kupaindulás. Ehhez képest idén egy cseppet elfogyott a Kraft a csapatból. Mennyire jött vissza a Fradi ellen? Mit gondoltok Szilárd Zsombor? Hát megmondom őszintén, hogy a meccset nem tudtam én végignézni, de biztos, hogy nem így tervezték a srácok. Nem tudom, most ez én úgy éreztem, hogy most ez az a Fehérvár-Fradi meccs volt, ahol inkább már valahogy úgy tehát valamiért azt éreztem, hogy itt most a Fradinak áll a zászló. Nem tudom, hogy miért, talán az elmúlt mérkőzésekből. Itthon ez gyakran előfordul. Igen, itthon ez gyakran előfordul, inkább meglepetést tudunk okozni ugye a Fradi pályán. De valahogy látszott, hogy most nem vagyunk az esélyes mérkőzésnek, nem tudom, hogy ti hogy láttátok az elején. Nem tudom, nekem az volt végig az érzésem, annak ellenére, hogy volt a Vidinek is talán az első fél időben talán több lehetősége is, hogy tényleg a Fradi nem erőlteti meg magát, és így is úgynevezett simán hozta a mérkőzést. És nekem ez egy picit ez fájt ebbe, és talán, amit a Levi is mondott, hogy nem voltunk elég bátrak. Az a vérszom, itt is azt emelném ki, hogy csinálták, de hogy a középpályán is a kreativitás az hogy a Christensennek odaadjuk a labdát, és majd ő csinál vele valamit, kifulladt, és úgy tényleg a Fradi nem játszott, Fradi se játszott szerintem jól, vagy a tudásához mértem, biztos, hogy nem, és mégis megerőltetés nélkül elvitték gyakorlatilag a három pontot, és ez talán kicsit fájóbb, úgyhogy főleg, ha úgy nézzük, hogy az első játszott, most már az első játszott a harmadika. Igen, nekem egyébként a Diós-Győr meccs fájt rettenetesen, főleg, hogy a kölcsönjátékosunk duplázott csereként beállva, tehát azt szerintem azért nem ismerem a hátterét annak, hogy miért nem itt játszik, de az azért szerintem tanulságos dolog lehet. És az elmúlt három mérkőzés nekem azért fájt nagyon, mert egyiken se lőttünk egy gram gólt se. Tehát, hogy ez azért egy kicsit erős. Mert az, hogy a Fradi 2-0-ra ver minket, hát ezt sajnos jelenállás szerint tudomásul kell vennünk. És most egy picit hadd utaljak vissza Szabó Leventére, mondjuk az ő gólyával megvertük őket az Ülői úton, tehát ez már a múlt. A jelen az nagyon úgy néz ki, hogy a Fradi továbbra is dominálja az NB1-et, és talán a Vidinek jobban kellene az előzmények tekintetében. És hogy még egy csatár nevet mondja, Kodró, hát ő se itt játszik most már, mondjuk hát a Fradiban se nagyon, de szépen elmelegítgetett a második fél időben végig. Hát az ő döntés. Hát a legnagyobb szerencséje az volt, hogy legalább kívülről megnézhette a koreográfián. Szóval... Ugye? Már csak ezért érdemes volt. Hát szerencsére egyébként alattunk elhelyezkedő csapatoknak sem igazán sikerül mostanában túl jót alakítani. Szóval reméljük, hogy azért idén nem úgy leszünk, mint a kiesés idején, hogy reménykedünk, hogy majd meg tudjuk tartani a harmadik helyet, hanem előbb-utóbb sikerül ezt a helyezést bebiztosítani, mert azért senki nem szereti ezt, amikor imádkozni kell az utolsó meccseken. Jó, egyébként szurkolási tekintetből visszagondolva nyilván mindig szebb emlékek ezek, amikor együtt ott szorítottunk, hogy elérjük ezeket az eredményeket, de jó lenne most már, hogyha egy idő után sikerülne itt Fehérváron kialakítani egy stabilabb futballt. Hát Csak hogy valószínűleg éppen rosszkor jött a Fradi, hiszen ahogy Levi is utalt rá, most benne vagyunk újra egy hullámvölgyben, ez most már biztos. Hogyha mondjuk két győzelem után jön hozzánk a Fradi, akkor valószínűleg más lett volna. Gondolod? Lehetséges, inkább így mondom, hogy játékképe, igen. Más lett volna a játékképe, tehát akkor nem az van, hogy a Fradi, ahogy te is mondtad, Zsomi fél gőzzel tulajdonképpen megver minket, hanem akkor benne van a srácokban az, hogy hát figyelj, mi vagyunk itthon. Egy
megnyertük az előző két mérkőzést 2, jön a Fradi, majd mi most megmutatjuk 3, de ezek közül ugye most egyik tényező se volt meg, amiket én felsoroltam, úgyhogy talán valahol a vereség ennek a számlájára is írható, és nagyon kell vigyázni arra, hogy jól ment a Szekér ugye a téli időszakban, nyertük a mérkőzéseket, nem hiába vagyunk a harmadik helyen, viszont most a tavaszira nagyon kell vigyázni abban a tekintetben, hogy megtartjuk ezt a harmadik helyezést, és ugye említettük már, hogy számolgatni is kell esetleg majd ahhoz, hogy meg lesz-e a harmadik hely, de ez a számolgatás azért nem az a számolgatás lesz, mint ami itt tavaly a szezon végén volt. Abba hál biztos vagyok. Hál' Istennek, az azért azt még egyszer ne. És hát ugye nem is lesz most egy egyszerű mérkőzés a következő a válogatott szünet előtt, hiszen Kecskeméten mindig elég nehéz játszani. Sajnos a stadionjuk nem éppen az NBA színvonalához közelít. De a futballjuk viszont azért, hogy... Igen, az egészen stabil most. Az rendben van. Na, hát az a veszélyes, hogy ja, oké, hogy még mindig harmadikok vagyunk, de mivel beragadtunk azért a tavaszi rajtnál, hogy ez a pontkülönbség, ami akár a 10. helyezetthez, vagy a 8. képest volt, az szépen lassan olvadni látszik. Tehát a mondjuk 2-3 mérkőzésünk most még nem sikerül jól, a harmadik helyről nagyon könnyen a tabella utolsó harmadába találhatja magát a Fehérvár, és akkor meg megint jöhet ez a negatív szériába, bekerültünk, nem tudunk kijönni belőle, itt van mögöttünk a kieső zóna, és ezt szerintem mindenki el akarja kerülni, de tényleg Kecskeméten, főleg mióta visszajutottak az NBA-be, nem is feltétlenül, idegenben nem megy a Kecskemét ellen, sok más csapatnak sem, hozzáteszem, de tényleg legalább egy pontszerzés is talán fontos lenne, és egy lőtt gól, tehát hogy az lenne talán a legfontosabb. Igen, a 12 csapatos bajnokságunkra azért jellemző az, hogy egy jobb szériával ott lehetsz a dobogó környékén, egy rosszabb szériával meg elég gyorsan le tudsz csúszni a piros vonal közelébe, tehát a kiesés határára, vagy a piros vonal alá, bár valószínűleg a Kisvárdát és a Kövesdet nem nagyon lehet avulmulni ebben a tekintetben, ebben a szezonban, ott nem nagyon jön ki a lépés, bárhogy is szeretnék és akarják, de mégis lehet ebben a 12 csapatos bajnokságban is stabil teljesítmény nyújtani, lásd Ferencváros, lásd Színmagyar Paks, és talán szerintem a Puskás Akadémiát is ide sorolhatjuk, most engem lehet, hogy most sokan most hirtelen nem szeretnek ennek a kijelentésnek a nyomán, de azért szerintem a PAFC is ebbe a kategóriába tartozik. Most úgy tűnik a Vidi is a kezdeti szerencsétlenségek után a szezon elején, de vajon kitarthat-e ez a stabilitás? Ez az egyik kérdésem. A másik pedig az, hogy hozhat-e stabilitást és fellendülést egy olyan klubhoz, amelynek egyébként célja deklaráltal a bennmaradás, a Brentford, mert hogy ezzel hozták hírbe a Vidit, hogy egyeztetések zajlanak a Premier League és a Fehérvár FC között, sportszakmai és üzleti együttműködés körvonalazódik állítólag, ez pedig a kérdésem másik fele, hogy ez mit hozhat a konyhára Vidi számára hosszabb távon? Hát hosszabb távon mindenképpen szakmailag és anyagilag is valószínűleg jó dolgokat. A kérdés, hogy mi lesz ebből, ugye azért az látszik, hogy miután a főszponzor távozott a Viditől, ott azért egy elég jelentős költségvetési lyuk keletkezett, amit ugye nem feltétlenül akar csak a tulajdonos betömni, és ez azért látszik szerintem a keret összetételén erősítések kapcsán, vagy akár az eladások kapcsán, bár hozzáteszem, ez még mindig kicsit normálisabb klubmodellnek tűnik, mint ami mondjuk előtte volt 4-5 évvel ezelőtt, hogy senkit nem értékesít egyáltalán a csapat, megvártuk, míg szabad igazolhatóvá válik, és ingyen elmehetett. Tehát, hogy ez még mindig jobb, ha kapunk pénzt a játékosokért, de nyilván hosszú távon tőkeerő szponzorok, akár ilyen más külföldi klubokkal való kooperáció az segíthet, akár csak a kölcsönjátékosok szerepében is, hogy mondjuk fiatal, tehetségesebb angol játékosok, vagy akár külföldiek, akik mondjuk a Brentfordnál nem félnek be a keretbe, de van bennük potenciál, azok akkor itt megmutathatják, hogy mit tudnak. És a másik vonzat ennek az lehet, hogy ha idehoznak akár fiatalokat, feltörekvőket ugye a Brentfordból, akkor a klubon belül biztos, hogy lesz egy bizonyos verseny esetleg a bizonyos posztokért a pályán, és ez pedig kicsit feltüzelheti ugye a nálunk játszó játékosokat is, tehát hogyha lesz egy egészséges verseny csapaton belül egy
jelenleg magasabb futballkultúrát képviselő országnak a focistái által, akkor abból a Vidi csak nyerhet. Igen, meg hát egyébként a Bartosz Zselák, és mindig nehéz kimondani a nevét, esetében is láthattuk, hogy azért egy más, merőben más nemzettől ide jövő futball szakértő mekkora szint tud hozni Fehérvára, és azért a Brentfordnál is biztos vagyok, hogy vannak olyan szakemberek, akik ezt előre tudják vinni. Ugye már nem tudom, hogy mióta nincsen például sportigazgatónk se, amiből végül jól tudtunk kijönni Bartosznak szerencsére, illetve hát láthatjuk tényleg azt, hogy azért mostanában tényleg spórolgat a csapat. Most a fiatal perceinket is próbáljuk nagyon erősíteni, most is a hétvégén a Ferencváros ellen Tóth Tamás is, Pető Milán is beállt. Szóval, hogyha fel akarjuk venni a Fradival a versenyt, azért az anyagiak is jól tudnak majd jönni esetleg, és nyilván egy más jóval jobb futballkultúrát képviselő csapattól azért, hogyha még csak a fiataljaik is ide jönnek, biztos vagyok benne, hogy azért elég előre tudják majd repíteni a csapatunkat. Itt a műsorunk kezdetén két témát konferáltam be, egyrészt a Volánt és a Vidit, de szerintem miután még maradt időnk, foglalkozzunk Szoboszlai Dominikkal, Székesfehérvár szülöttjével, aki végre visszatért sérülése után a poolba, és hát egyfelől ugye a Prágában az Európa Liga meccsen gólt lőtt, és volt egy nagy helyzete a Pool City meccsen is. Az a fejes, az kár, hogy nem ment be, mert az világra szóló találat fejes gól lett volna. Hogy látjátok az ő szerepét Liverpoolban, és egy ilyen hosszabb sérülés után mennyire féltitek őt, többek között amiatt, nehogy esetleg még az Európa-bajnokság elejére becsúszson valami hasonló, mert az nem bírná el szerintem a magyar labdarúgó válogatott, amely csapat szinten is fantasztikus, de azért Szoboszlai a Szoboszlai. Hát valószínűleg a Liverpool sem bírná sokáig egy olyan játékos kiesését, mint Szoboszlai. Nyilván mindenki pótolható és pótolható, de úgy értem inkább, hogy ott sem akarják azt, hogy megsérüljön. Nyilván nem véletlenül hozta le Klopp is a City meccsen, mondták, hogy ugye ennyit bírt, most hozzuk le, de abból, ahogy játszott, abból, ahogy mozgott, abból, ahogy helyzeteket alakított ki, jelen pillanatban úgy látszik, és úgy is játszik, ha már kimondtam, hogy mintha semmi baja nem lenne. Nyilván ott nagyon pontosan tudják, nagyon pontos orvostechnikai műszerekkel és nagyon jó szakemberekkel monitorozzák, gondolom én, a játékosokat abból a szempontból is, hogy mikor térhetsz vissza a pályára, és ott mennyi időt tölthetsz. Úgyhogy biztos, hogy nem volt véletlen, hogy a City meccsre visszahozták, nem azért hozták vissza, mert hogy nem tudták volna pótolni, hogy ugye már egy kicsit megpedzegettük, hiszen persze, hogy van más is, például McAllister, de több embert is lehetne mondani, ugye aki az ő posztján is tud otthonosan mozogni, de az, hogy mikor hozzák vissza, mennyi időre hozzák vissza, az biztos, hogy nem véletlen. Valószínűleg most már semmi baja nincsen, de egy sérülés után vigyázni kell. Én azt hiszem, hogy az Európa-bajnokságon számíthatunk rá. Nagyon-nagyon jó szakemberek dolgoznak. Én azt hiszem, hogy egy világklasszis csapatnál, orvosi szinten is, aki pontosan tudják, hogy mikor és mit szabad, mit lehet csinálni. Tehát most a két válogatott meccsen, majd ami következik március végén, lehet, hogy megnézhetjük egy picit, hogy milyen az a válogatott, ha Szoboszlai kevesebbet játszik, mert kétlem, hogy a Liverpool nagyon örülne, a két 90 percet Rossi adna Szoboszlainak itt a sérülése után, mert az is látszik, hogy ugye hasonló sérülése volt, vagy ugyanaz újult ki, ami volt még évelején talán, vagy évvégén, és az tényleg látszódik, hogy most nem akarták elsietni, hogy visszatér, szép lassan adagolják neki a játékperceket is, úgyhogy remélhetőleg ez az óvatosság hosszú távon kifizetődik, és tényleg Dominiknak egyrészt a tavaszi Liverpooli szezonja is sérülés és problémamentes lesz, és kirobbanó erőbe tud majd jönni a válogatott edzőtáborba. Hát engem az érdekel a legjobban, hogy minek öltözne be Farsan. De ugye én egyszer fel akartam ezt hozni, ugye ezt nem tudtuk az Európa Liga meccs után, de... Hát azon kívül, hogy most örülne vagy sem a Liverpool annak, hogy a Szoboszlai végigjátszaná ezeket a mérkőzéseket, ugye ezek a mérkőzések most nekünk elég fontosak ahhoz, hogy fel tudjunk készülni az Európa-bajnokságra, és azért Szoboszlai nélkül
aki tulajdonképpen az alappillére ennek a válogatottnak, most elég nehéz lenne, úgyhogy vele nem játszhatjuk végig, vagy legalábbis a nagy részét nem játszhatjuk vele. Szóval, hát igen, most oda kell figyelni, hogy ne sérüljön meg, de nekünk is szükségünk van rá, szóval muszáj lesz szerintem nem nélkülözni őt. Azért egészen elképesztő szezonja van Szoboszlai Dominikkal a Liverpoolnak, ami talán ez a kraft, ami most a csapatban van, Jürgen Klopp távozásának is szól, nem? Hogy egy ilyen elképesztő hattyúdalt komponáljanak Kloppnak, mert ez valami hihetetlen ez a csapat. Hát amit egyébként sajnos Szoboszlai nélkül a Liga Kupa döntőjében lehozott a B csapat, vagy B per C csapat, hát... Igen, az egy felé való hűség, meg így, hogy tenni akarás az ilyen szituációkban nagyon fontos lehet. Ezt akár láthatjuk a Volánnál is, ugye Kis Dávid személyében, ugye fehérvári edzőt nagyon támogat a magyar mag és a légiósok is, és ez ugyanez, ez a párhuzam lehet akár Liverpoolban is, hogy tényleg a játékosok szépen szeretnének búcsúzni Klopptól egy remélhetőleg egy bajnoki éremmel, talán ha sikerül, meg egy jó nemzetközi kupával elért döntővel, akár aranyéremmel. Lesz bajnoki aranyérem Szoboszlai nyakában, mit gondoltok? Szerintem most van talán a legnagyobb esély, hiszen a City valahogy nem ugyanaz a City, mint tavaly. Szóval én nekem a válaszom, hogy igen. Igen, de még ott van az Arsenal, azért ne felejtsük el az ágyusokat, mert hát nem játszanak rosszul. Finom, nem, de ott minden évben kipukkad a lufi előbb-utóbb. Azt mondod, hogy nem süd el az ágyú? Szerintem nem. Ez City vagy Liverpool. Uh-huh. Aztán hát, lehet, hogy az Arsenal szurkolók most engem dobálnak meg majd paradicsommal, és a szezon végén pedig hozzám jönnek, hogy mit mondtam, de vállalom. De biztos, hogy nem dobják ki, mert Szoboszlait meg nem győzzük teljes joggal dicsérni, hogy milyen fantasztikus futballista, és mennyire szurkolunk neki innen Székesfehérvárról. Hát szegény Szilárd kollégánk szerintem ilyenkor mindig bánja, hogy a Unitedről nem tudunk beszélni. Hát de tudunk beszélni, és annyit tetszik, akartam nem tetszik, elmondani végszóként. Tetszik, a United az első hatban nincs benne. Figyelj, annyit tudunk elmondani végszóként, hogy ha már nem a United lesz a bajnok, akkor legyen egy másik vörösbeszbe játszó csapat. Jöjjön, pazarul kivágtad magad. Nyilván, de szerintem sokan tudják Szilárdról, de több szerelme is van. Nyilván felesége, családja, meg a Manchester United, ugye? Hát... Milyen évről évre nézni ezt a vergődést, Szilárd? Hát, szerintem ne beszéljünk most a Manchester United-ről inkább mégsem, mert azt hiszem lejár a műsoridő. Jól van. Hát akkor ezt nem tudjuk meg. Hál' Istennek a Vidi esetében erről már nem kell beszélnünk. Az biztos, hogy ezen a vesszőfutáson túl vagyunk, és reméljük, hogy a Kecskemét ellen végre gólt szerzünk, és ismételten, hát ahogy a futballisták szokták mondani, visszatérünk a győzelem útjára, vagy ilyesmi. Jó kis köszönet. Igen, de hát... Ez így van. De egyébként nehéz ilyenre, mit vár? Egyébként most gondoljátok bele magatokat egy sporttól, mit vársz a bér? Az, hogy megnyerik. Hát mit mondjon szegény? És ha nem sikerül, akkor tényleg az van, hogy amúgy a következőt szeretnénk megnyerni. És ebből tanulni. És tényleg ez amúgy lehet, hogy közhely, de valójában de ez erről így van, szól persze. A dolog. Hát mindig ugyanaz. Meccs minden hétvégén. Erről szól az egész. És azért nagyon nehéz a mi dolgunk, úgymond szakemberként, ha lehet ezt mondani, riporterként kérdezni. Mindig valami újabbat és újabbat. Igen, és ha már nem jut eszedbe semmi, megkérdeznéd mindenki. Minek költözni farhalsa arról? Ekkor kell vigyázni arra, hogy ne billenjen át. Azért a teljes bullshit. Azért ne dobjuk be a gyeplőt a lovak közé. Srácok, uraim, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük a meghívást. Jövünk legközelebb is. Tényleg? Igen. De legalább ugyanilyen jó frizurával érkez. Házaszámra. Pazarul be van gondolítva, mint Cézár. De tényleg a filmekben láttam, hogy Julius Cézáron ilyen. Levi, ez pazar. Jól van, na, le kell fújni a meccset. Eljött ennek is az ideje, ez volt már a kezdőkör. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra. Yeah.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.